Gyógyszerautomata adagolja mostantól a gyógyszert 60-ban a betegeknek. A 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet legújabb fejlesztésének köszönhetően átadásra került a megújult gyógyszertár és a 21. századi gyógyszerelőrendszer. 200 millió forintot költöttek erre az új beruházásra, amely uniós és állami pénzből valósulhatott meg. Mi itt 60-ban és a térségben élők nagyon büszkék vagyunk a kórházunkra. Büszkék vagyunk az itt dolgozó személyzetre, orvosokra, szakápolókra, ápolókra, egyéb személyzetre, egyéb segítőkre. Büszkék vagyunk a fejlesztésekre, büszkék vagyunk arra, amilyen színvonalat, szintet el tudtunk érni az elmúlt időszakban, és mindez hála az égnek együttműködéssel. Ha összerakjuk, hogy mik azok a fő pontok, amik az erőt alkotják, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar kormány és az egészségügyi államtitkárság által adott fő vezérvonalak mentén mi mindig az optimális szintet tudtuk elérni. Akár fejlesztéseket illetően, akár szakképzést illetően, akár más szakmai területet illetően. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a mai fejlesztés átadás is számunkra. Sokan úgy gondolják, hogy ez már csak apró kis tényező, mondjuk egy műtőblokk átadásához képest, azonban mi itt dolgozók tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy optimális legyen a gyógyszerkiszerelés, minél több gyógyszert tudjunk megtakarítani. Először nem is értettem, hogy mitől lesz 15-20% gyógyszer megtakarítás akár egy intézményben. Most már értem és tudom, ahogy ez a rendszer működik. Mennyire fontos a betegbiztonságnak a higiéniai ága. Az, hogy úgy tudjunk kezet fertőtleníteni az itt dolgozó, kidolgozó orvosok, hogy ehhez nem kell megérinteni semmit, és nem kell külön kezet mosni. Egy szóval egy nagyon fontos fejlesztés átadásáról beszélünk, 200 millió forint értékben, ismételten 100%-os intenzitás, és amit tudunk, hogy milyen projektek vannak előkészítve, tudjuk, hogy a következő időszak melyik irányba mutat. Még lesznek fejlesztések, nem is kis mértékű, nem is kis értékű fejlesztések. Mi, hölgyeim és uraim, együtt sírunk, együtt nevetünk. Ez a térség összezárt, az itt élők, kórházak, az itt dolgozók, azok teljes egészében összetartanak, akár szakmailag, akár emberileg, akár egyéb technikai oldalon együtt dolgozunk és együtt építünk. A speciális gyógyszerelőgéppel főként a betegbiztonságot akarják fokozni. Higiéniai szempontból is hasznos az automata, hiszen a gyógyszerek adagoló tálcáról kerülnek bele egy zacskóba, többé nem kézzel válogatják ki azokat. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy idén több nagyobb fejlesztés is kilátásban van itt a kórházban, amik egytől egyig mind a betegek érdekeit képviselik. A mostani fejlesztés keretén belül 68 darab érintésmentes kézfertőtlenítő automatát helyeztek el a 60-i kórház több osztályán is. A kormány kiemelt feladatának tekinti a betegek érdekeit, illetve a betegbiztonságot összességében megvalósítani. Ennek megfelelően számos intézkedése került sor az utóbbi időbe. Szeretném először is jelezni egy legutóbbi időben történt lehetőségünket, mert 2018-ban sikerült egy olyan nemzetközi intézményrendszerhez, az Erinnyához csatlakozni a Magyarországnak, amellyel lehetővé válik a legveszélyesebb kórokozókkal kapcsolatos különféle kutatásokban, módszertanokban való részvétel, és ezáltal egy járványügyi biztonságot jelentő fejlesztések, illetve módszertanok, gyakorlatok bevezetésére kerülhet sor. Ami a fejlesztéseket illeti, ami megvalósulhat, illetve megvalósításra kerül és folyamatban van, azt először is említenék egy EFOPOS projektet, ami 11,4 milliárd forint forrást jelent, és ez egy alapellátás népegészségügyi tárgyú projekt lenne, amelynek egyik eleme pont a betegbiztonság, amiről a mai rendezvényünkön is szó van. Ez a betegbiztonsági projekt keretében egy olyan célt állítottak fel a projektben, projekt kidolgozói, aminek segítségével egy olyan szemléletet, egy olyan kultúrát tudnak a dolgozók részére kialakítani szemlélet tekintetében, amellyel a veszélyhelyzeteket minél inkább és minél gyorsabban tudják azonosítani.
használni. Ezen felül ebben a projektben kerül sor a megfelelő készhigiéne, a megfelelő antibiotikumok alkalmazásának helyes gyakorlata, az egyedi gyógyszerelés támogatása, illetve a betegek által behozott gyógyszereknek a megfelelő gyakorlatának, illetve a megfelelő kezelésének az eljárás menetekbe történő beiktatása. A gyógyszerautomata az intézményen belüli gyógyszerellátást könnyíti meg. Nem csak szortírozza és bezacskózza a gyógyszereket, hanem le is ellenőrzi, hogy helyesen lett-e adagolva a betegeknek, amit az orvos előzőleg bevitt a számítógépbe. Sokszor elhangzik minden egyes kórházban vagy kollégáimtól, hogy így szoktuk. Hát ez az a mondat, amit gyakorlatilag ezzel a folyamattal egy az egyben el kell felejteni. Nincs olyan, hogy így szoktuk, mert alapjaiban változik meg a gyógyszerelés és a beteg, orvos, gyógyszerész, szakápoló viszonya. Az osztályokon az elrendelt terápiát egy meglehetősen felhasználó barát rendszerben rögzítik az osztályok. Ez az informatikai alapú rögzített terápia lekerül a gyógyszertárba, és gyógyszerészi ellenőrzést követően történik meg a terápia jóváhagyása. És hogy igazán kik ennek a rendszernek a nyertesei, egyértelműen a betegek. A betegekhez már olyan gyógyszeres tasakok kerülnek fel, amelyeken egyrészt átment egy orvos ellenőrzést, az épp elrendelő és azt informatikai alapon rögzítő főnővér vagy osztályos nővér ellenőrizte a gyógyszerész, és gyakorlatilag a rendszernek egy úgynevezett ellenőrző modulja, amelyik minden egyes elkészített kis tasakról képet készít. Tehát egy olyan többszörös ellenőrzésen megy keresztül a rendszer, amiben természetesen mindenhol lehetnek hibák, de gyakorlatilag minimalizálásra kerül az emberi tévesztésnek, vagy akár a gép tévesztésének a lehetősége. A sajtótájékoztatón cukorkákon mutatták be, hogyan is dolgozik az új gyógyszeradagoló. A gép által kiadott zacskón szerepelt több fontos adat mellett a gyógyszer neve, a kiadás dátuma és a beteg neve. Ami pedig egyedülálló ezzel kapcsolatban, hogy a gép 5 évig tárolni tudja az adatokat, ami számítógépen keresztül egy gombnyomással lekérdezhető, ha szükség lenne rá. Bízunk benne, hogy ennek a projektnek köszönhetően, EFO projektnek köszönhetően egyre több kórházban táptalajra talál, és hát a harmadik nyilván minden intézmény életében nagyon fontos a hatékonyság növelése, ahogy államtitkár úr is mondta, a költségcsökkentés, a költségek racionalizálása, de mégis a fő szempont a betegbiztonság volt. Mit jelent ez? Biztos sokan hallottak már, vagy sokan tapasztalták saját magukkal, vagy hozzátartozójukkal kapcsolatban, beszéljünk róla őszintén, hogy sokszor előfordul gyógyszer tévesztés. Ez az egyik legfőbb mai nemzetközi gyakorlatban az egyik legfőbb betegbiztonsági kockázat. 8-12% közé teszik a gyógyszertévesztést a betegellátás területén. Ez volt az első fő szempont, amit ezzel a gyógyszerelő automatával szeretnénk kiküszöbölni. Én azt gondolom, hogy olyan is volt már mindenkinek, amikor betegellátást vett igénybe, vagy hozzátartozója, hogy nem tudta a rengeteg gyógyszer közül, amit kigyógyszerelt a nővérke reggel, délbe, este, hogy a piros, a zöld, a fehér, a sárga, végül is mit vesz be a beteg, amikor gyógyítjuk. Én azt gondolom, hogy ha megkapták itt a kollégák a regisztrációnál, bízom benne, hogy megkapták azt a, igaz, hogy TikTokot tartalmazó kis zacskót, akkor látják rajta, hogy azon szerep a gyógyszer neve, azt, hogy hány órakor, melyik nap, mit kell bevenni, és higgyék el, hogy nagyon fontos, még ha nem is a beteg gyógyítja önmagát, azt, hogy tudjuk, amikor kórházban fekszünk, kiszolgáltatottak vagyunk, hogy mi az, amivel bennünket gyógyszerelni akarnak, mit akarnak nekünk beadni. Nagyon fontos, nem csak a fiataloknak, az idősek is szeretik ezt tudni. Az erősségén is tudok elősíteni, és ő jutjuk. Visszafordítom.
Az új gépnek köszönhetően időt spórolnak a nővérek, így több idejük jut a betegekre, és a gyógyszertévesztés is kiküszöbölhető, mivel a gyógyszerek mostantól többszörös szakmai és minőségbiztosítási ellenőrzésen mennek keresztül. Az az automata, ami nálunk van, ez 208 kazettával rendelkezik, de ez azt jelenti, hogy egyszerre 208 kazettából tud gyógyszert adagolni, plusz az STS tálca, de ezen kívül lehetnek plusz kazetták is, ugyanis a kazetták mikrocsippel vannak ellátva, tehát ha nekünk mondjuk 300 vagy 400 kazettánk van, és mondjuk értelemszerűen más a profilja egy traumatológiának, más a gyógyszerelési profilja egy ápolásinak vagy egy belgyógyászatnak, annak megfelelően tudjuk a kazettákat változtatni a gépben. Tehát nem a gépnek a befogadó képességét kell növelnünk, hanem a kazetta számot. Tehát gyakorlatilag ezzel a géppel akár 500 kazettát is tudunk kezelni, hiszen a gép a monitorján, hogyha egy adott kazetta nincs benne, vagy nincs kellőképp feltöltve, akkor ő azt kiírja, hogy ő keresi ezt és ezt a számú kazettát, és azt legyünk szívesek, és tegyük bele. Ez a készülék körülbelül 1000 beteg ellátására alkalmas. 1000 ágy fölött már esetleg egy bővítését kéne megfontolni. Jelen pillanatban ugye a kórházunk közel 300 ágyas, tehát bőven képes ezt a kapacitást ellátni. Az előkészítő munka az sokkal több időt vesz igénybe, de gyakorlatilag egy 240-250 ágynak a kigyógyszerelése, ez egy kb. Ilyen 30 percet vesz neki igénybe. Ez a látványos része a dolognak, de ezt ugye egy csomó előkészítő és utána az ellenőrző folyamat. Két gyógyszerészt, vagy két szakaszisztens és egy gyógyszerész gyakorlatilag a napi 8 óráját el tudja tölteni. Nem csak az új fejlesztést mutatták be a sajtótájékoztatón. A 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet főigazgatója ünnepélyesen átadta a Semmelweis vándorzászlót a gyöngyösi Bugát Pál kórház főigazgatójának. A zászlót, amit nemrég kaptak Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulójára, elismerésként kiváló munkájukért. A 60-i kórház volt nemrég az első, aki megkapta és továbbadhatta a lobogót. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, megtisztelő. Betegbiztonság miatt jöttünk ide, és azt tudom mondani, hogy az elmúlt 6-8 év szoros, korrekt, baráti együttműködése a két kórház között igencsak erősítette a betegbiztonságot. 200 éves az évforduló, de a polgári kormányzat egészségpolitikai koncepciója miatt azért a kórházaink nem 200 éves, hanem 21. századiak. Meggyőződéssel vallom, mind a 60-i, mind a gyöngyösi kórház, egy kisvárosban levő kórház, de szakmai kvalitását, minőségét, betegek iránti elkötelezettségét tekintve nem kisvárosi, hanem felveszi a versenyt a fővárosiakkal. Én azt tudom ígérni, megpróbálunk eleget tenni az elvárásoknak, és találunk egy olyat, aki legalább annyira működőképesen fogja vinni az elvet, mint a 60-i vagy a gyöngyösi kórház. Köszönöm szépen! Az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet következő nagyobb beruházása a kórház területén egy mentőállomás lesz, amely szintén fontos előrelépést jelent majd a betegellátásban.